Az esős idő ellenére rollerekkel, görkorcsolyával, gördeszkával és persze biciklikkel felszerekezve jöttek el a fiatalok a Szentes Áron Skatepark ünnepélyes átadójára, ami október 1-én nyitotta meg a kapuit. A Szekszárdi Sportközpont extrém sport szakosztályának régi vágya volt, hogy legyen egy olyan létesítmény a megyeszékhelyen, ahol a fiatalok kedvükre gyakorolhatják a különböző ugrásokat és trükköket az erre alkalmas eszközökön. Amit itt most láthatunk, egy félcső. Ez tulajdonképpen önmagában használható, 10 méter hosszú, 5 méter széles és kb. 1,80 magas. Azért úgymond van kuriózitása neki, mert Szekszárdon még soha nem volt félcső, mindig vágytunk rá, már 90-es évektől, sőt már 80-as évek végétől, de soha nem jött ide félcső, úgyhogy most sikerült ezt megvalósítani, ezt az álmot. Koszorú Csaba és a sportközpont vezetősége arra a közös megállapodásra jutott, hogy a lehető legköltséghatékonyabb módon, de mindenképpen épüljön meg a létesítmény. Tudtam, hogy volt Budapesten régen Zsillebércen egy park, Norma Parknak is hívták korábban, ott volt valamikor 92-ben egy világbajnokság, ez egy más téma. A lényeg, hogy ezt 2015 körül felszámolták ezt a parkot, és maradtak elemek egy-egy ridernél. És az egyiket megkerestük, aki nagyon készségesen állt a dolgokhoz, és egy nagyon, nagyon minimális összeget mondott az elemekre, és ezeket az elemeket tulajdonképpen megvásárolta a sportközpont, és idén nyáron kezdődött a felújítási projekt, és az első, amit fel akartunk újítani, ez a kb. 26 darab elemből álló félcső. És ez ugye most elkészült, most szeretnénk, hogyha azért talán az október, a novembert már nem gondolom, de az októberben lehessen használni, tehát tudják használni, és emellé feltettük ezt a régebbi szekszádi fanboxot, még oda ráerőltettünk egy ilyen nagy visszafordítót, tehát tulajdonképpen három elem van, ami most ebben a pillanatban használható, de mivel elkészültünk a félcsővel, most már a többi kisebb eleme sokkal gyorsabban fogunk haladni, és szépen átadogatjuk őket, tehát úgymond, hogy szépen kirakjuk őket, és lehet majd használni. A parkot arról a néhai Szentes Áronról nevezték el, aki a 80-as években úttörő szerepet töltött be a BMX-ezés népszerűsítésében a szekszárdi fiatalok körében. Amit az Áronról tudni kell, hogy ő az első generációs BMX-esek közül az, akinek a családja által, és aki által bejött ide Szekszárdra a freestyle BMX. Mondjuk úgy, hogy ez tulajdonképpen annyit jelent, hogy korábban a 80-as években mindenkinek ilyen Csepel BMX-e volt, talán az idősebbek még emlékeznek, viszont ő kapott a testvérével Bálinttal az apukájától külföldről attól a BMX-et, mert nagyon komolynak számított. Ez 88-ban volt, bukós isakkal és egyéb dologgal. És tulajdonképpen onnan kapta a magazinokat is, és ő osztotta szét ezt a srácoknak, és innen ered az, hogy akármelyik régi BMX-essel beszélek, visszautal Áronra. Ugye Áron aztán 98-ban egy ilyen tragikus balesetnek köszönhetően már nincs közöttünk, de megemlékezünk róla, és mindig velünk van. Épp a testvére eljött és a családja, és hoztak nekem egy régi alkatrészt, ami teljesen mutatja a régi feelinget, ami azt jelenti, hogy nehezen jutottak hozzá az amerikai alkatrészekhez, és amikor elrepett, akkor nem lehetett újat venni, hanem mindjárt meg is hegesztették pár helyen, tehát hogy még ez jó lesz, és még bírja. Hát ez például az ő kormánya volt, ezt most megkaptuk így gyerekeként. Nagyon szépen köszönjük a családnak. A barátságtalan idő ellenére sokan összegyűltek az ünnepélyes átadóra, ami után a fiatalok birtokba is vették a Szekszárdi Sportközpont szomszédságában helyet kapó létesítményt.